Nők az úton, útra való beszélgetés minden csütörtökön. Sziasztok, ez itt a Nők az úton podcast Szlavka Évával és Csorba Anitával. A nőkazúton.hu oldalon mindent megtalálsz rólunk és az összes adásról. Ha szereted és követed adásainkat, akkor köszönjük, ha értékelsz minket a podcast csatornán, amin hallgatsz, hogy máshoz is eljussanak az útra való üzenetek. Szólj hozzá adásainkhoz Facebookon vagy Instagramon, hadd ismerjük meg a te véleményedet és történetedet is a témákkal kapcsolatban. Tarts velünk az úton ma is! Megdöbbentő adat, hogy az emberek 80%-a nem szereti a munkáját. És hát ahhoz, hogy abba a szuper 20%-ba tartozzunk, ahhoz nem árt proaktívnak lenni, és egyrészt megismerni önmagunkat, másrészt pedig olyan álláskeresési tippeket, trükköket, módszereket, megoldásokat, eszközöket bevetni, amitől megtaláljuk azt a munkát, ami ránk szabott, vagy amit igazán szeretni tudunk. És hiába ezt igényelné a mai munkaerőpiac, mégis a nők kevésbé mernek kezdeményezni és lépni. Itt van velünk ismét álláskeresési tanácsadó szakemberünk, Boné Ágnes. Szeretettel köszöntünk. Sziasztok, üdvözlöm megint a hallgatókat. Szia Ági, 80% az rohadt sok, már bocsánat. Tehát, hogy így tegyünk valamit azért, hogy többen szeressék azt, amit csinálnak. Mit tehetünk? Igen, és ebben az a legrosszabb, hogy nem csak az, hogy nem szeretik a munkájukat, hanem nem is mernek lépni. Nincs bennük affinitás, hogy akkor másikat keresnek, mert inkább akár mondjuk a nőknél mondjuk nagy húzóerő, hogy benne maradjanak egy olyan munkában, amit nem szeretnek, ugye a gyerekeknek a felnevelése. Úristen, ez olyan, mint amikor egy párkapcsolatról hall az ember, hogy azért nem szakít vagy válik el, mert hogy a gyerek, és ez hogy látszik ez a munkában is. Lehet, igen, ugyanígy a munkaerőpiacon is inkább ott marad abban azon a munkahelyen, csak hogy a gyerekeit később fel tudja nevelni. Pedig azt gondolnánk, hogy ezzel jót tesz a gyereknek, de kutatások, képzeljétek el, kimutatták, hogy a gyerekek sokkal jobban szeretnek olyan szülők mellett felnőni, akik élvezik, amit csinálnak, még akkor is, ha sokat túlóráznak, mint olyan szülők mellett, akik minden nap ugyanabban az időben térnek haza, de mégis mindig nyűgösek, fáradtak, és érződik rajtuk, és lerír róluk, hogy nagyon nem szeretik a munkájukat. És sajnos a munka szeretetét azt otthonról is hozzuk. Tehát, hogy az, hogyha a szülők szeretik a munkájukat, élvezik, amit csinálnak, akkor egy olyan adag muníciót adnak a gyereknek, ami már a későbbiekben sokkal versenyképesebb lehet, mert nyitottabb lesz azokra a lehetőségekre, meg mer majd lépni, ami ténylegesen hozzápasszol és szereti, amit csinál. Tehát ez is egy fontos minta, igen, amit átadhatunk. Nagyrészt igen, az a szülőktől hozzuk. És mit gondolsz, hogy miért ezen kívül, miért mernek még kevésbé lépni a nők? Ezt hordozzuk a személyiségünkkel, vagy hogy nagyon régóta főleg ugye patriarchális társadalmak vannak, és inkább férfiak kerülnek ugye vezetői pozícióban is, illetve a férfiaktól várjuk el azt, hogy majd ők karriert építenek, míg a nők a családalapításon dolgoznak. Tehát, hogy honnan eredhet ez, hogy nőként kevésbé merjük felvállalni magunkat, illetve hát belelépni egy tök új módszerbe, hogyha az álláskeresésről van szó. Ez is benne van, amit mondasz, mert ezek a régi berögződések azért még mindig élnek. Tehát ez a klasszikus apa dolgozik, anya a családot neveli modell, ez azért még benne van még így a légkörbe. És azért azt is be kell vallani, hogy a nőknek egy picit a karrierépítés nehezebb, mint a férfiaknak, mert nekik a gyermekvállalás megszakítja. És nem csak maga a gyermekvállalás után kerülnek, mondjuk konkrét, amikor szeretnének gyed után visszatérni a munkaerőpiacra, nem csak akkor kerülnek hátrányba, hanem már sokszor egy 30-as évei közelében járó nő is, mert már ugye tudják a munkáltatók, hogy valószínű, hogy hamarosan babázni fog, családot fog, és a munkáltatók általában olyan embereket keresnek, akik hosszú távon ott maradnak a cégnél, és hosszú távon szolgálják a cég érdekeit. Igen, ez is egy ilyen régi szemlélet, mert én például pont egy 30-as még gyerekvállalás előtt álló nő vagyok, aki egyébként hát ugye egyéni vállalkozó, és azokkal beszélgetve, akik már gyereket vállaltak, és esetleg utána vállalkozók lettek, vagy visszamentek egy másik céghez, azokat a készségeket, képességeket borzasztó jól tudják használni, amit mondjuk kifejlesztettek a gyerekvállalásnál. És ugye nagyon sok pozícióban megoldható ám az is, hogy otthonról dolgozom valaki, vagy egy rugalmas munkavégzés, tehát nem biztos, hogy ő úgy fog eredményeket letenni az asztalra, hogy ő ott ül 8-tól 5 óráig a munkahelyén, hanem igenis vannak rá nagyon jó példák, hogy nagyon jól lehet használni az anyukákat részmunkaidőben, vagy akár otthonról bedolgozva, mert egy jó adag motiváció van mögöttük, illetve egy jó adag szervezési készség, már egy fejlettebb szervezési készség, de Ági, mesélj picit erről te.
Igen, azért az kimutatható, hogy sokszor a kismamák, amikor a gyerekkel otthon vannak, olyan képességekre is szert tesznek, ami konkrétan a munkavilágában is kamatoztatható. Ilyen a kreatív probléma megoldás, a multitasking, hatékony időmenedzsment, sokkal érzékenyebbek lesznek az emberekre, a vezetői képességeik is finomodnak, sokkal jobban rezonálnak majd később, vagy esetleg egy problémás ügyféllel, vagy mondjuk munkatársal van dolgú, és ezek mind ténylegesen mind olyan képességek, amit a gyermekvállalás mellett fel lehet szedni. Mondjuk ez nem azt jelenti, hogy előtte ne lehetne, de ez tényleg pont ehhez köthető. És érdemes, ezt mindig szoktam javasolni, hogy amikor állásinterjúra is megyünk, meg állást keresünk, akkor érdemes inkább a szakmai oldalunkat kiemelni, és azokat a képességeket hangsúlyozni, szakmai képességeket, amikre ténylegesen a munkáltató kíváncsi, meg amire szüksége van az adott cégben, és a családot egy picit háttérbe szorítani. Tehát tényleg mindenki büszke a családjára, mindenki büszke a gyerekeire, ez természetes, de mégis azért a munkáltató nem arra kíváncsi, hogy most a család élete, magánélete milyen, hanem az, hogy ténylegesen mit tud a cég érdekében tenni az adott jelölt. Munkáltatóként sokszor azt tapasztaltam, hogy nagyon sablonosak azok a képességek, amiket kiemelnek magukból az emberek. Ezt hogyan lehet elkerülni? Tehát nyilván jönnek az nagyon jó egyéni játékos, de jó csapatjátékos is vagyok, proaktív vagyok, nem tudom, kreatív probléma és megoldó jó vagyok, és akkor így felsorolják az öt leggyakoribb, legkedveltebb tulajdonságot. Ezt hogyan lehet elkerülni egy interjúnál? Ha fel is sorolják egyébként ezeket a képességeket, már nagyon jól ki tudnak tűnni a tömegből, hogyha alátámasztják példával, hogy hol használták ezt a képességet, és mondjuk mi lett annak az eredménye. Tehát, hogyha mondjuk egy problémás ügyfél, hogy nagyon jól tud a különböző típusú személyiségekkel együtt működni, meg együtt dolgozni, akkor ki lehet emelni, hogy mondjuk volt egy problémásabb munkatárs, vagy egy problémásabb ügyfél, és hogy milyen jól egy húron pendültek. Tehát, hogy megtalálja vele a közös hangot, és ennek mondjuk akár egy újabb megkötött szerződés lett az eredménye, vagy akár mondjuk egy elégedettebb munkatárs, aki szívesebben dolgozott bent, maradt bent vele segíteni, vagy neki segíteni, maradt bent túl. Tehát ezek mind olyan mindig a példákra. Szerintem azok teszik egyedivé egyébként a jelentkezőt. De tényleg a konkrétumot a említség mellette. Hogyha külön választanánk, mondjuk a nőket meg a férfiakat, vagy legalábbis az álláskeresési szokásukat, vagy a tanácsokat, a nekik dedikált tanácsokat, akkor milyen tanácsokat adnál nőknek, hogyan keressenek állást? Illetve nyugodtan átfordíthatjuk majd a beszélgetést egy általánosan, hogy bárki hogyan keres állást, mert nagyon sok férfi hallgatónk is van, de egy picit koncentráljunk először a nőkre. Elsődlegesen is azt javasolnám, hogy tudják, hogy mit akarnak. Henry Kissinger volt, aki azt mondta, hogy ha nem tudod, hogy hova tartasz, akkor minden út a sehovába visz. És ez egy picit úgy az élet minden területére igaz, ahogy az álláskeresésre is. Nagyon fontos az, hogy ténylegesen tudják, és erről az előző adásban is beszéltünk, hogy milyen kérdéseket érdemes megválaszolni. És ha már tudjuk, hogy mit akarunk, hogy milyen pozícióban szeretnénk elhelyezkedni, akkor tessék szépen megcélozni a rejtett állásokat. Nem várni azt, hogy az álláshirdetések megjelenjen a ránk szabott a megfelelő pozíció álláshirdetése, hanem ténylegesen mi kutassuk fel azokat a cégeket, ahol szívesen dolgoznánk, tűnjünk fel a radarjukon, vegyük fel a kapcsolatot. Hol kutassuk fel, vagy hogyan kutassuk fel? Erre is nagyon jó kérdés egyébként, erre is több módszer áll a rendelkezésre. Amit én elsődlegesen szoktam javasolni, hogy a legjobb forrás, hogyha az ember utána néz, hogy milyen díjakat nyertek a cégek. Különböző díjakat osztanak már, és általában ezek a cégek, akik már valamilyen díjat nyertek, ők már valamit letettek az asztalra. Nagyon sok különböző kategóriákban osztanak már évfelelős foglalkoztatója, szerethető munkahelyek, családbarát munkahely, üzleti etika díj, ezek mind olyan díjak, amiből akár olyan cégekre is rábukkanhatunk, amit korábban nem ismertünk. És ők már azért bizonyítottak valamit, és valószínű, hogy olyan állások, meg olyan munkáltatók, ahol mi is szívesen dolgoznánk. Tehát akkor keressünk rá egy számunkra fontos kulcs szóra, amit mondjuk elvárnánk a cégtől, vagy amelynek a kultúrájában mi is szívesen belehelyezkednénk, és hát ha van már rá egy alapult egy díj, vagy legalábbis egy nagyon hasonló témában egy díj, és akkor utána jobban tudunk kutatni, hogyha ott a díjazottak nevét olvassuk. A másik lehetőség, hogyha konkrétan céges adatbázisokat nézünk. Vannak ilyen adatbázisok, ingyenes fizetős, ahol konkrétan cégek vannak felsorolva, és rá lehet keresni, mondjuk helység, akkor
foglalkozát, iparág szerint, igen, bocsánat, rá lehet keresni, és akkor így már le tudjuk szűrni, hogyha mondjuk mi tudjuk, hogy szeretnénk, Győrben szeretnénk elhelyezkedni egy autóipari cégnél, akkor már egyből kapunk egy eléggé szűk listát, és konkrétan végig kell menni, hogy akkor melyik az a cég, ami ki mivel foglalkozik, mi a története, ténylegesen, hogy ott el tudnánk-e képzelni magunkat. A közösségi oldalakat hogyan használhatjuk ennek a célnak az érdekében? A közösségi oldalak szerintem nagyon jók arra, hogyha már tudjuk, hogy milyen cégről van szó, akkor hogy lenyomozzuk. A közösségi oldalak arra jók, hogy ténylegesen betekintést nyerjünk a cégnek a mindennapjaiba, megismerjük a filozófiáját, ténylegesen bekerüljünk egy picit, belelássunk a vérkeringésébe, és azért ez nagyon sokat elárul, mert ha valaki mondjuk egy merevebb struktúrával rendelkező cégnél nem igazán szeretne dolgozni, akkor ez sokat elárul neki, hogy mondjuk a munkavállalók milyen ruhában vannak hétköznapokon, milyen ünnepségek, milyen csapatépítők vannak, vagy akár hogyan kommunikál mondjuk már az is, hogyan kommunikál maga a cég is. Mert az is, hogy tegeződő, magázódó hangnemben, az is sokat elárul. Igen, hát meg a vezető általában ugye, aki kialakítja az egész hangulatot, környezetet, úgyhogy a vezető is nagyon maga a személye is sokat elárul, igen, hogy hogyan öltözik, hogyan kommunikál. És van még valami speciális kifejezetten a nőkhöz célzott tanácsod, hogy ők hogy keresnek? Igen, amit nagyon javasolnék, hogy merjenek tárgyalni a bérről. Ne fogadják el az első ajánlatot, mert a statisztikák is kimutatják, hogy az, aki mer tárgyalni a bérről, az 15-20%-kal több fizetést kaphat. Nem mindegy. Igen, és a nők általában 15-20%-kal kevesebbet keresnek, mint a férfiak, és ez az arány, ez növekszik minél magasabb bérkategóriában van, és erre is visszavezethető, hogy a nőknek, hogyha felajánlanak egy állást, mondanak egy összeget, akkor inkább elfogadják, nem mennek belemenni, mert azt gondolják, hogy nem lehet, vagy mondjuk elveszítik, hogyha most nem fogadják el elsőre, hanem ténylegesen belemennek. Ilyen referencia árnak tekintik. Igen, akkor egyben kicsit az értékesítő játékba, hogyha belemennek, akkor el fogják veszíteni, holott nem így van, mert a munkáltatók is szeretik azt, hogyha belemennek a jelöltek ebbe az értékesítési folyamatba, meg ráadásul sok képességet be lehet így mutatni. Tehát ha valaki tudja, hogy mennyit ér, tudja, hogy hogyan adja el magát, és hogyan kérje el az árát, azért az nagyon pozitív tud lenni a munkáltató szemében is. Tudsz mondani egy példát, hogy nézhet ki egy ilyen bértárgyalás, és akkor egy pozitív megerősítés, hogy igen, így képzeljük el a szituációt, hogy merjünk belemenni. Az alapja az, hogy tudjuk, hogy mennyit kaphatunk. Azt szoktam javasolni, hogy mindig érdemes három számot meghatározni. A minimumbért, az a reális bért, illetve az ideális bérigényt. A minimum bér... Az a fejünkben legyen egy konkrét szám? Igen. Ez a minimum bér, mondjuk ez az az összeg, ami alatt már nem vállaljuk el a munkát. Okay, mert ez tudjuk. Ténylegesen a létfenntartásunk a szükséges, meg plusz még mondjuk egy kis megtakarítás havonta. Ez alatt abszolút nem érdemes elvállalni. Mondjuk nyilván ezt akkor érdemes elvállalni, hogyha valami az állammunka az ölünkbe pottyan, és akkor azt mondjuk, hogy ezért a minimumért is. Igen, mert akkor lehetőség van arra, hogy mondjuk bizonyítsunk, feljebb lépjünk, és akkor később majd magasabb. De akkor is kell egy minimumot meghatározni, hogy azért ne adjuk túl alacsonyan. Mert azután kellemetlen lesz, tehát frusztrálni fogja az embert, hogyha nem tud kijönni a havi fizetéséből, és nem fogja jól érezni magát a munkahelyén. A reális bér az, ami reális, ami elvárható, hogy annyit fognak ajánlani. Ehhez azért érdemes utána nézni, hogy ténylegesen abban a pozícióban, amit meg akarunk pályázni, mi a reális bérigény. Erre már vannak különböző fizetési adatbázisok, ahol utána lehet nézni, hogy a különböző területeken, tehát Magyarországon belül, a különböző országrészekben, a különböző pozícióban mennyit lehet keresni, egy tólik határ. Ezeket érdemes ilyenkor forgatni, vagy akár mondjuk HR-es ismerőst megkérdezni, aki konkrétan toborzással, kiválasztással foglalkozik, vagy mondjuk konkrétan a fizetésekkel rálátása van mondjuk a cégen belül a fizetésekre, megkérdezni, nem az, hogy ő mennyit keres, nem az, hogy a cégen belül mondjuk XY mennyit keres, hanem hogy egy olyan pozícióra, amiben mi pályázunk, hogy ott mondjuk milyen lehetőségeink vannak. És az ideális fizetési igény az, amiben nagyon örülnénk, tehát hogy az már tényleg az a plafon, hogy azzal lennénk a leginkább elégedettek. Ezt érdemes meghatározni mindig, és amikor általában azért azt szokták javasolni, hogy nem érdemes felhozni. Régen azt javasolták, hogy mindig azt várjuk meg, hogy a munkáltató közölje először az ajánlatát. De ez nem jó, mert ugye egy szűrési feltétel már maga az is, hogy mennyit kér a jelölt, és érdemes közölni azért az ajánlatunkat, de hogyha
ezt tudjuk, hogy mennyi a minimum, a reális, illetve az ideális bérigényünk, akkor ez már sokkal, de sokkal könnyebben fog menni, mert egy konkrét száma, és nem fogunk abba a kategóriába esni, hogy túlárasztuk magunkat, vagy alulárasztuk magunkat. Ilyenkor az önéletrajzban akkor feltüntethetjük ezt a sávos árat, nem? Hogy akkor ettől csak akkor, vagy ott csak mit? Akkor, csak a, nem vagy is az mit? Önéletrajzban, de csak akkor érdemes, amikor jelentkezünk egy pozícióra, akkor érdemes feltüntetni a fizetési igényt, ha konkrétan ha ezt kéri. De persze, ezt is ki lehet úgy kerülni, és akkor sem az önéletrajzban javaslom, inkább a, ne ezzel rondítsuk el úgymond az önéletrajzot, hanem inkább a motivációs levélben. És ott is ki lehet kerülni, hogy mondjuk a fizetési igényem alkuképes, tehát hogy ezzel ki lehet kerülni a konkrét számokat. Függ a béren kívüli juttatásoktól. Igen, igen, függ attól a felelősségi körtől, illetve attól, hogy milyen feladatokkal fogok majd találkozni, vagy ellátni. Tehát ezt is így ki lehet kerülni. Van, amikor nem lehet, mert hogyha egy adatbázison keresztül jelentkezik valaki, akkor lehet, hogy konkrét számot kell érni. Sajnos itt már ténylegesen nagyon muszáj az, hogy valaki tudja azt, hogy az a bérigény, amit kér, az ténylegesen nem fog emiatt kiesni a versenyből. Viszont ezért fontos az, hogy tudjuk. Igen, nekem, én például mindig kérem a jelentkezésnél a fizetési igény, de nem is feltétlenül azért, mert most ekkora vagy akkora költségkeret, vagy föl tudom mérni, hogy milyen felelőssége lesz még, mert nem mindig, még amikor felvételiztettek, mert nagyon szeretem személyre szabni utána a munkát, a felelősségi kört, meg mindent, hanem azért, hogy a többiekhez képest megfelelően tudjam. Tehát nem lehet az, hogy mindenki keres X-et, és akkor valaki jelentkezik hasonló, és ő 2X-et szeretne, mert azt nem tudja itt megkapni, mert egyenlőtlenség lenne a többiekhez képest. Tehát hogy ugye azért, hogy be tudom-e illeszteni a csapatba. Igen, ez pont ez egy szűrési feltétel. És hogy érdemes azért ezt akkor közölni már az ajánlatunkat, amikor már megmutattuk, hogy mire vagyunk képesek, amikor már ténylegesen felkeltettük a munkáltatónak, amikor már érződik, hogy ő igen, engem szeretne felvenni. Akkor érdemes már ezt hozni, de persze, hogyha... Mi hozzuk szoba? Vagy megvárjuk, amíg szoba hozzák? Nem. Akkor, ha kérdezik, csak akkor. Hogyha van olyan eset, hogy mondjuk sor kerül az interjúra, és már az elején, még jóformán a bemutatkozás lement, és már az elején megkérdezik. Ilyenkor nyugodtan lehet azt mondani, hogy esetleg beszélgessünk először még erről a pozícióról, mert még nincs megfelelő információm ahhoz, hogy erre a kérdésre megfelelő választ adjak. Ilyenkor lehet mondani, de amikor már tényleg megfelelő információ a birtokunkban van, akkor nyugodtan lehet ezt mondani. Nézzük még néhány ilyen tanácsot, hogy keresünk nőként állást. Ha meg a végén nem kérdezik meg, akkor lehet gyanítani, hogy nem voltunk megfelelőek a pozícióra. Az általában egyébként meg szokták kérdezni, tehát hogy ez is egy... De igen, hogyha mondjuk ez sem biztos, hogy így van, mert ugye van, hogy többkörös interjúk vannak. És hogyha az első interjú nem kérdezik meg, akkor az nem azt jelenti, hogy mondjuk kiesett a jelölt a versenyből, lehet majd a későbbiekben fogják ezt meg. De ez a ritkább eset. Tehát általában az első interjú, vagy már a telefonos interjú szóba szokták hozni ezt a témát. A hozzád forduló tanácsot kérő álláskeresőknél mi szokott lenni egy ilyen kardinális pont, amit meg, vagy úgy érzed, hogy nagyon sokaknak szükségük van fejlődésre azon a területen, legyen szó bármiről, akár itt most erről, hogy igen, azt látod, hogy kevésbé mernek tárgyalni a bérigényükről, de hogy fontos, de mik vannak még, amivel kicsit segíthetjük? Az önéletrajzban hogyan mutathatják meg magukat jól? Önéletrajzot mindig pozícióra szabjuk. Nincs olyan, hogy általános önéletrajz, hogy felírjuk az összes képességünket, az összes szakmai tapasztalatunkat, és akkor elküldjük a munkáltatónak, és majd a munkáltató mazsolázgat róla, mint egy büfé asztalról, hogy igen, neki ez van, ez is van, ezt is csinálta, akkor nekem jó lesz. Nem mindig szabni, és hogyha különböző pozíciókat pályázunk meg, azért általában nem érdemes egyszerre annyira sok pozícióra pályázni, mert értelmetlen, tehát tarthatatlan, nem is lehet azt úgy kordában tartani, mert nem is tud egy ember 5-6 pozícióban akár helyt állni, én úgy gondolom. Érdemes azért 2-3-nál többet nem kiválasztani, szabni elsődlegesen. A másik, amit még tudok javasolni, az az, hogy ezeket az általános dolgok helyett, ahogy említettem, mindig példákban emeljük ki, hogy mit csináltunk, és ha lehet, akkor számszerűsítsük ezeket az eredményeket. Tehát, hogyha bármilyen lehet a forint, százalék, mennyiség, nyugodtan emeljük ki, mert ezek tényleg, és ezek tesznek úgymond egyedivé minket, mert nincs még egy olyan ember, mint mi, nincs még egy olyan ember, aki ugyanazzal a szakmai tapasztalattal rendelkezik, ne csak ezt az általános dolgokat írjuk bele, ami mondjuk egy munkaköri leírásban is szerepel. Hisz abból, hogy valaki dokumentációt kezelt, abból nem biztos, hogy sok számára. Illetve jelezted a fotónak a szerepét, hogy mire figyeljünk, amikor fotót helyezünk az önéletrajzba, illetve hogy miért ne használjunk nagyon sablon önéletrajzokat. Erről egy pár szót kérlek mondj. Igen,
én azt szoktam javasolni, hogy fotót csak akkor érdemes az önéletrajzhoz csatolni, hogyha ez külön kérik az álláshirdetésben. Persze, ha valakinek olyan fényképe van és nagyon szeretné, akkor természetesen lehet, de az az igazság, hogy a fénykép is diszkriminációra ad okot. Tehát soha nem tudhatjuk, hogy ki ül a kiválasztásnak a másik oldalán, és lehet, hogy valakinek valamilyen berögződése van, vagy valamilyen tapasztalata egy hasonló kinézetű emberrel, és emiatt akár kieshetünk a versenyből. Erre már kutatások is vannak, amit csak akkor érdemes fotót csatolni, hogyha ezt külön kérik. Én ezt szoktam elsődlegesen javasolni, de akkor is csak profi fotóssal készített fotót. Erre érdemes egyébként áldozni, és ez egy jó kis befektetés, mert utána több helyen is fel lehet használni ezt a fotót, akár a közösségi médiában, honlap. Nagyon jó egységes képet ad. Egyébként, amikor a HR-es majd nézi, utánunk néz, akkor hogy mindenhol ugyanaz a kép köszön vissza. Egy nagyon professzionális hatást fog kelteni. Szerintem az fontos kiemelni, hogy igen, a HR-es utánunk fog nézni, úgyhogy a közösségi oldalakat mindenképpen rendbe igen. kell rakni. Igen, tehát hogyha állást keresünk, akkor képet, ami akadályozhatja, vagy hátrányosan érinthet az álláskeresés során, azt muszáj eltávolítani. Meg nem is érdemes kirakni, mert ti is tudjátok, hogy ami egyszer kikerül, az valamilyen formában fent marad, úgyhogy ezt inkább tartsuk meg egyébként otthon a fotóalbumban ezeket a képeket. Igen, mindenképpen úgy hogy azt a képet nyújtsuk egyébként, amilyenek vagyunk, és hogy amilyenekkel nem gond, hogyha visszatükröződnek, tehát, hogy azt tükrözzék vissza mások, amit mi mutatni szeretnénk, tehát amilyenek vagyunk. Tehát, hogyha önazonosan kommunikálunk, akkor teljesen igen, rendben igen. van néhány baráti fotó a közösségi oldalon, csak nem biztos, hogy éppen az esti bulitnak az archivált felvételeit pontosan. Oda kell tölteni. Igen, meg nagyon visszatetsző, hogyha valakinek van egy profi önéletrajza, és utána néznek mondjuk az interneten is egy sokkal rosszabb képet fest le mondjuk a közösségi médiában magáról, az nagyon rossz hatást szokott kelteni, és való igaz, hogy ilyenkor kieshet. Nagyon nagy az esély, hogy kiesik a versenyből. Még azt hiszem, hogy a politikát is érdemes kerülni. Nem tudom, hogy erről milyen kutatások vannak, de biztos, hogy nem persze, vezet hát előre. Persze, hát ez ne foglaljunk állást. Igen, igen, ez a politika fai vallási kérdések, ezeket szerintem nem érdemes. Ha csak valaki nem egyházi intézménnyel szeretne elhelyezkedni, akkor természetes, hogy ilyen cikkeket is megoszt, de ez a foglalni erre a kérdésre a választ, hogy hogyan keresünk állást nőként, vagy úgy egyébként mire figyeljünk az álláskeresésnél, és mondjuk 5 dolgot megemlítenél, akkor mi lenne az 5 nagyon fontos dolog? Csak így címszavakban. Ismerjük meg magunkat, uh-huh. bízunk saját magunkban és a képességeinkben, legyünk magabiztosak. Merjünk kilépni a komfortzónából, és olyan álláskeresési módszereket is alkalmazni, amelyek lehet, hogy először kényelmetlennek tűnnek, de sokkal eredményesebbek és hatásosabbak, mint a korábban ismert álláskeresési módszerek. A blogoldaladon gondolom nagyon sok hasznos, praktikus tanácsot igen, olvashatnak. Igen, igen. Proaktív, és ténylegesen ez a do it yourself típusú ember a CV Factory oldalán elég sok információt megtalál, és ténylegesen már elég jó kis kampányt le tud majd folytatni az álláskeresése, meg álláskeresési stratégiát össze tud ezzel állítani. Tehát keressétek a cvfactory.hu oldalt, ahol mi hallgattok, vagy olvashattok Ágitól. És hallgassátok meg az előző adásunkat, mert ott is nagyon sok hasznos információt osztottunk meg. Igen, a rejtett munkaerőpiacról. Igen, úgyhogy köszönjük. Köszönjük, hogy velünk voltatok, jövő héten is köszönjük találkozunk. Köszönjük Ági a látogatást. Köszönjük Ági, hogy itt voltál nálunk. Sziasztok! Sziasztok.